Az ukrajnai helyzet volt a fő téma az európai politikai közösség ülésén, amelyet a spanyolországi Granadában tartottak. Szóba kerültek az energetikai intézkedések, a Románia területére zuhanó orosz drónok és az ukrán gabona export is. Az ukrajnai helyzet állt az európai politikai közösség granadai plenáris ülésének központjában. Nem csak azért, mert Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is jelen volt és felszólalt az eseményen, hanem azért is, mert a biztonsági kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak. Nyilatkozta az ülést követő sajtótájékoztatón Klaus Johannis. A román állam közölte, hogy az ukrán-dunai kikötők elleni orosz támadások közben Románia területére esett drommaradványokról is szó esett. Ennek kapcsán bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok további repülőgépekkel vesz részt a Románia szlovákiai légi járőrszolgálatban, a NATO pedig újabb drónelhárító rendszereket küld a térségbe. Emellett a román hadsereg is telepített ilyen jellegű fegyvereket a Duna közelébe. Az ukrán gabona export kapcsán az államfő hangsúlyozta, Románia oroszlán szerepet vállal a termények tranzitjában. Jelenlegi kapacitásunk lehetővé teszi, hogy Románia havonta valamivel több mint két millió tonna ukrán gabona tranzitját biztosíthassa, és növelni szeretnénk ezt a mennyiséget. Nem tudom azonban garantálni, hogy ezt az év végére sikerül a célként kitűzött 4 millió tonnára bővíteni. Ez nem csak Ukrajnának és az ukrán gazdaságnak fontos, hanem a gabonától függő célországoknak is. A Schengeni csatlakozással kapcsolatos újságírói kérdésekre válaszolva, Johannes kifejtette, hogy nem hisz abban, hogy az új európai migrációs paktum megváltoztatná Ausztria álláspontját. Ehhez ennél többre további tárgyalásokra van szükség, és remélem, hogy ezek majd eredményesek lesznek, fogalmazott.